A Szabadkai Történelmi Levéltár minden hétköznap 9:30-tól 13:30-ig várja az ügyfeleket. Az érdeklődőket előzetes időpont egyeztetés nélkül is fogadják. Nagyon fontos lenne mindenkinek, hogy összeszedjen minél több pontos információ, és akkor azzal jöjjön, hogy mi tudjunk pontosabban, mi kell és hogy kell, hol kell keresni azokat az adatokat. A levéltárban már február folyamán megnőtt az igénylők száma, emiatt a kézbesítési idő is meghosszabbodott. A levéltár titkára elmondta, hogy postán is kiküldik az okmányokat. A kárpótlási törvény felmenti az ügyfeleket a köztársasági, községi, illetve bírósági illeték fizetése alól. A levéltár sem fizetteti meg az egyik-két köztársasági illetéket, viszont van egy eljárási költség, amelyben ugye beleszámolnak a kikeresés, a fénymásolás, a hitelesítés. A levéltár hitelesített fénymásolatokat ad ki, amiket a restitúciós kérelmek benyújtásakor egyéb hitelesítés nélkül is mellékelhetnek az emberek.